A honvédség munkatársainak köszönhetően igazán izgalmas akadálypályán tesztelhették gyorsaságukat és ügyességüket a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ táborában részvevő gyerekek. El kell húzni ilyen valamit, és akkor meg dobni kell ilyen műbombákat, abba műgránátok, utána át kell menni azon a akadályon, és akkor meg fel kell menni a létrán, utána át kell menni azon a kerekeken, az autókerekeken, utána meg mész, utána megint át kell menni egy akadályon, utána vannak az autókerekek, ilyeneket vele kell gyorsan lépni, utána még egy akadálypálya, és vissza kell húzni a, nem tudom, mit, valamilyen, nem tudom, mit. Ilyen 10 kilós szánkószerűségek. Az 5 napon át tartó napközis tábor során nem csak hasznos programokon vehettek részt a gyerekek, de bizony barátságok is köttettek a rendezvények ideje alatt. Felmentünk a csatárterembe, ott ismerkedtünk, színeztünk, és hát ilyen közösen játszottunk. Aztán utána elmentünk a tűzoltóságra, ott körbenéztünk, és utána visszajöttünk. Megcsináltuk a csapatokat. A csapat nemünk a vakáció királyai. Én mondjuk budapestiek vagyunk mi ketten, és akkor sosem voltunk még itt Szekszárdon ilyen táborba, ami így felfedi a titkokat, meg az ilyen történelmi dolgokat, szóval ide jöttünk, hogy kicsikét tudjunk valamit is erről a helyről. Ma délelőtt, amikor volt egy kvíz, a barangoló kvíz, akkor a szobrokról volt szó, a második világháború, ilyen nevek voltak, hogy kik voltak ott és kik estek el, és azok érdekesek voltak. Szekszárdon már régi hagyomány, hogy a helyi Babits Mihály Kulturális Központ munkatársai táborokat szerveznek nyáron gyerekek számára. Általában inkább az alsó tagozatos általános iskolák és gyermekek részére, és ennek kapcsán idén két táborunk is lesz. Az egyik most júliusban zajlik, ez egy barangoló nevet viselő tábor, ahol a gyerekek játékos vetélkedőkön, belső foglalkozásokon kívül nagyon sok szabadtéri érdekes programon is részt vehetnek. Kiváló partnereink ebbe a katonai szervezetek, vagy akár a tűzoltóság, vakok és gyengéllátók. A tábor szervezői gondoskodtak arról is, hogy a kicsik lehetőleg minél több helyszínen vegyenek részt változatos programokon. Legyen benne városismereti vetélkedő, legyen benne természeti szépségek iránti vágyfelkeltése a gyermekekben, lesz például a sötétvölgyi kirándulás, bogyiszlói tájház megtekintése, olyan kisebb, nagyobb környékbeli érdekességeket szeretnénk nekik megmutatni, amiből úgy gondolom, hogy a nyári szünetben is épülhetnek a gyerekek. Ezek a felvételek pedig már a második napon a Szekszárd melletti Sötétvölgyben készültek. A gyerekek előbb egy túrán vettek részt, majd a Magyar Madártani Egyesület tagjai által szervezett program várt rájuk, mielőtt birtokba vették a játszóteret. Itt voltunk a játszótéren, akkor itt játszottunk, aztán megjött a Sanyi bácsi, és akkor vele körbe mentünk a tavat, meg adott társcsöveket, amivel itt tudtunk nézelődni, aztán visszajöttünk, ebédeltünk, aztán utána, meg most is, hát most ebéd után vagyunk, így játszunk, és hát körülbelül ennyi. Volt tücsökfogás is, ha jól tudom, mit csináltatok még Sanyi bácsival? Hát néztünk kocsát, meg madarakat. Szerintem ez az Among Us-os fogó volt itt a mászókán a legjobb. Ez az Among Us, ez nekem ez volt a legjobb.
meg amikor a természetről beszéltünk, és itt körbe mentünk a tavon. Amit először említettél, az micsoda? Az olyan, hogy valaki a gyilkos, és a többiek ilyen ártatlanok, akik egy űrhajón vannak, és az űrhajót kezelik, meg minden, és akkor a gyilkos megöl valakit, és lehet így emergency meeting, amikor szavazunk, hogy ki lehet az. És hogyha ő egy ártatlan, akkor kiesik úgy a játékba, és az imposztor, akkor még tovább játszik. De hogyha kiszavazzuk, akkor megnyerték az ártatlanok. De hogyha úgy marad, hogy imposztor és egy ártatlan, akkor az imposztor nyert. És egyszer nyertem. Hát, nekem is ezek. Voltak a legjobbak. Igen. A gyerekek tehát a fantasztikus kalandok során igazán elfáradtak a keddi napon. Jó hír, hogy idén még egy tábort szerveznek a Kulturális Központ munkatársai, ahova még lehet jelentkezni. Augusztusban lesz 8-tól 12-ig egy varázsasztal elnevezésű tábor. Itt egy picit inkább a kézügyességre és a kreatív alkotásra fogékony gyermekek szoktak jelentkezni, de természetesen nagy szeretettel várunk mindenkit. 7 és 12 év közötti gyermekekre számítunk. Van mindig egy alaplétszám, egy 10 fő, ami fölött indítjuk ezeket a táborokat. Ez már megvan, de még vannak azért szabad helyeink, úgyhogy bátran biztatom a szexádi szülőket és a érdekes programokra vágyó gyerekeket, hogy augusztus 8 és 12 között egy nagyon szép hetet, hétfőtől péntekig eltölthetnek a kollégáim szervezésébe itt a Babits Mihály Kulturális Központban.